meg a betegséggel, meg a halállal foglalkozni. Ami a médiából, az újságokból és mindenből felénk sugárzik, az azt sugallja, hogy használjuk ki a létet, az életünket, és nem hogy a halállal nem szívesen foglalkoznak már az emberek, hanem a születéssel sem, mert illetve a halottak napja milyen szerepet játszott, és ennek milyen szokásai és hiedelmei voltak. Na most nem tudom, tudják-e, hogy a minden szentek az valójában elkülönült a halottak napjától. November 1-je volt a minden szentek ünnepe, ami főleg a katolikus egyház által tartott búcsú megünnepléséből állt. A szóban is benne van, hogy minden szentek, tehát a szentek tiszteletére és egyesítésére jött létre ez az ünnepség. Mégpedig a katolikus egyház megkülönböztette a küzdőegyházat, amit tulajdonképpen a még élő egyházi tagok jelentettek, a szenvedő egyházat, a meghalt és a tisztító helyen található megholt lelkek világát, és a küzdő lelkek világát, akik a mennyekben, már a mennyekbe került. Na most, a minden szentek ezekről a szentekről való megemlékezéseket, vagy megemlékezést jelentette, és az ehhez kapcsolódó katolikus liturgiákat. Indították el, és tudjuk, hogy a bencések megalapítója Szent Benedek volt, 780 körül élt. A bencésnek hamar elterjedt Magyarországon is, és már az 1100-as években nagyon sok templomot alapítottak, amelyeknek a neve a Minden Szentek temploma, tehát erre az ünnepre utal. A november 2-a az a halottak napja. Még annyit mondanék történetileg, hogy voltak olyan korszakok, amikor nagyobb jelentősége volt a Minden Szentek ünnepének. Ez a korszak a középkor, illetve 11-12-13. század. Éppen ezeket a Minden Szenteket ábrázolják. A magyar barokk festők előterében általában a magyar szentek találhatók díszmagyar ruhában, és ahogy megnyílik az égbolt, a többi szent helyezkedik el. Na most a szentek neveiben nem érdemes belemenni, még az egyházi miséken sem sorolták fel őket, olyan töménytelen mennyiségben szerepeltek, illetve vannak. Na most, halottak napja, az tulajdonképpen minden szentek estéjétől, tehát alkonytól másnap alkonyig tartott, és november 2-ára tehető. A legfontosabb része éppen az előestéje volt, ami egy torszerű vacsorából állt, és itt nagyon érdekes, hogy a halottak napja kötődik egy adományozással, tehát úgy gondolták, hogy minden család a halottai lelkének megidézéséhez legcélszerűbben és talán legalkalomhoz illőbben úgy tud viszonyulni, hogyha a szegényekről, a koldusokról
és az elhagyatottakról, vakokról, öregekről gondoskodik. Ez nagyon érdekes volt a népi kultúrában, az általában két alkalommal a temetésnél és a halottak napján fordult elő. Ennek voltak olyan hiedelmi okai is, hogy úgy gondolták, hát viszont az adományért és az alamizsnáért cserébe a koldusoktól azt kérték, hogy halottaikért bizonyos énekeket, imákat, könyörgéseket végezzenek el, és úgy gondolták, hogy ezek a koldusok énekei a leghatékonyabban biztosítják a halottaik lelkének megüdvözülését. Voltak olyan tájegységek, ahol létesítettek, és ezt kirakták az ablakba. Nagyon-nagyon régi időként nyúlik vissza a sámánizmus vallásáig, ősvallásáig, amikor is úgy gondolták, hogy egy dualisztikus szemlélettel értelmezték az ember életét, úgy gondolták, hogy az ember testből és lélekből áll.